Well, since Cornwall pushed us aside to live our lowly lives, some of us have been to fight from Tipperary Mountain High. Az ír kelt a hagyományokat közvetíti és ápolja a Greenfields együttes. A zenekar hazánk legkorábban alakult olyan együttese, mely ír zenét játszik. 1991-ben jött létre, az együttes tagjai más-más zenei világból érkeztek, de megtalálták a közös hangot. A zenekar alapítója és vezetője Mező Győző hegedűművész, zenetanár, aki a táncház mozgalom indulásából is aktívan kivette a részét. Kisgyerekek zenei és táncoktatását küldetésként felvállalva évek óta magyar és ír táncházakat tart. És egyszer valahol Belgiumban találkoztam ízenészekkel. Akkor még nem volt itt Magyarországon sem, sőt, Európában sem divat az ízene. Csak aztán, mikor beindult a Lord of the Dance, a River Dance és társai, akkor már elterjedt. Én ott Belgiumban találkoztam egy ilyen nemzetközi fesztiválon. Akkor én magyar zenét játszottam, és megláttam egy ír zenekart, meg ír steppeseket. Egymásba szerettünk, hazajöttem, és elkezdtem ezzel foglalkozni. Aztán magam köré gyűjtöttem az embereket, többek között a Gyöngyit is megjelent, és csak elkezdtük az ír zenét. De hát ez már régen töltött, mennyi is volt, 20 valamennyi éve. Az ősi hangzású hangszeres muzsika és a népszerű ír kocsmazene egyaránt szerepel a Greenfields koncertjein. Az inkább érzeten alapuló, mint sem tudományosan bizonyított kulturális rokonság, az egyedi különlegesség, a magyar és kelta zenei emlékek közös megmutatása is helyet kap a muzsikában. Az ember, ahogy meghallgatja, szerintem, legalábbis reményeink szerint, meg a visszajelzések szerint, egy ilyen összegyúrt Greenfields-féle feldolgozást, és azt mondják, hogy na hát, ez a magyar népdal, ez hogy belesimul ebbe az ír népdalba? Valahogyan hasonló a hangzásvilág, vagy legalábbis jól egymáshoz rokonítható. De nem hiszem, hogy tudományosan bizonyítható lenne a tény, mi szerint rokonok volnánk az írekkel. De nagyon sok a hasonlóság a történelmünket illetően is. Kis nép, elszigetelt nép, sok száz évig idegen uralom alatt, tehát a lázadás, a szabadság kivívása, az elnyomás lerázása, az mindkét népnél nagyon központi téma például. Az együttes ezúttal Sátoraljaújhelyen csupán egy remek zenei élmény biztosított a hallgatóság számára, azonban rendszeresen tanítanak dalokat, tartanak táncházakat.